Nehéz napok várnak a füredi kézilabdázókra, akik a hét elején megkezdték a felkészülést a következő bajnoki szezonra. Az Ötvös Iskola tornatermében napi két edzés mellett konditerem és rengeteg futás vár a csapatra az alapozás kezdetén. Az együttes az elmúlt szezonban magasra tette a lécet, a bajnoki negyedik helyezéssel és a Magyar Kupában való remek szerepléssel. Nagyon jó évet zártunk, de hát itt a következő feladat. Látjuk, hogy a riválisok megerősödtek, tehát itt gondolok a Csurgóra, tehát nagyon megerősödött a Ferencváros. Lesznek riválisok, akik szeretnének oda kerülni az élbolyba. Hát azon leszünk, hogy megtartsuk ezt a pozíciót. Sikeresek legyünk, jól játszunk, kiszolgáljuk a szurkolóinkat, és persze titkol azt reméljük, hogy előrébb lépjünk, de látjuk a mezőnyt, én azt gondolom, hogy itt az élbolyba tapadni, ragadni nagyon nagy feladat lesz. Ilyenkor mindenki azt kérdezi, kik az új játékosok, honnan jöttek, miért ők? Valóban, hát egyedül ezt a brazil fiút igazoltuk, Csurgóról. Fiatalok jönnek fel szokás szerint a saját utánpótlásból, mert ittünk, én azt gondolom, hogy tehetséges fiatalok, most a junior válogatottat erősítik jó páran, egy jó páran itt vannak, ebből a 10-11 juniorból kerül majd ki az az 5-6, aki konkrétan a felnőttnek a keretéhez fog majd tartozni, és a tavaly jó bevált játékosokkal fogunk ismét nekiugrani a szezonnak. Ahogy az előbb is említettem, egy nagyon nehéz, nagyon érdekes szezon lesz. Bízom benne, hogy a sérülések elkerülnek bennünket, és akkor elérjük valószínűleg a céljainkat. Mi a további program, legalábbis ami az augusztust illeti? Hazai pályán edzőtáborozunk, itt az Ötvös csarnokban, én azt gondolom, hogy minden igényt kielégítő feltételrendszer van, és itt meg tudjuk oldani azokat a munkákat, amiket kitűztünk magunknak. Délelőttönként kondicionális munkák vannak a programban, délután termi, labdás edzések, felkészülési meccsek vannak a hétvégén által, majdnem minden hétvégén tudunk felkészülési meccseket játszani. Én azt gondolom, mire kezdődik a bajnoki rajt, habár az is érdekes, mert nagyon belenyúltunk itt a szezonnak az elején. Valószínű, hogy nem tudjuk megismételni azt, amit tavaly csináltunk, hogy az első Európa Kupa meccsel egybe kötve 10 meccsünket megnyertük, hiszen Veszprémben, Szegeddel, Tatabányával játszunk egyből az elején, de hát készülünk és próbálunk ismét jó rajtot venni, hiszen az elengedhetetlen a jó szerepléshez. A csoknyai mester által említett új játékos, a brazil Wellington Ferreira da Silva Csurgóról érkezett. A 202 centi magas, 101 kilós balátlövő egyelőre csak ismerkedik a körülményekkel. Nagyon jól érzem magam, két hete vagyok itt a családommal, Balatonfüred nagyon tetszik, és remélem, hogy a játékommal segíteni tudom majd a csapatot. Az első foglalkozáson a szlovéniai junior VB-n szereplő fiatal játékosok kivételével teljes volt a keret. Hosszú sérülését követően Zdolik Bence is játékra jelentkezett. Nagyon jól érzem magam, végre most már remélem, hogy most már 100%-kal ugye kezdve a munkát a csapattal, és remélem, hogy minimum azért a negyedik helyet el fogjuk élni a következő szezonban is. Én azt gondolom, hogy ismét egy szerethető csapat jött itt össze Füreden. Nagyon fontos lesz a szurkolóknak a támogatása, hiszen ők mint egy plusz ember segítettek a tavalyi szezonban is, és ismét várjuk őket, hogy a holdpontokon átsegítsenek bennünket. A másfél hónapos felkészülést követően a bajnoki rajtra szeptember első hetéig még várni kell. A nemzetközi kupasorozatban a BKS a harmadik körben november közepén kapcsolódik majd be.